Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Shirai részére. Kedves Shirai, üdvözöllek téged, ez a te videód. Mielőtt én ezt a jóslást elkezdeném, mondani szeretnék valamit a horoszkópodat illetően. Én belepillantottam, és amit közölni tudok veled, hogy te a szerelmi élet területén jelenleg kármikus témáid vannak. A Vénusz bolygó kétú hatása alatt áll a jelen pillanatban, az a lefele mozgó hold csomó utal a múltra, utal arra az időre, amit te átéltél a korábbi életedben is, és ezek a kármikus témák hatnak rád a szerelmi élet területén. Októbertől a felfele mozgó holdcsomó eléri az aszcendentusodat, kihat a személyiségedre, itt lesznek új utak, változások, ami a külsődet illeti, de nem csak a külsőt, hanem a személyiséged változik, és ez októbertől hat rád, ez évben, de még jövő évben is. A deszcendenttel nyílik egy új kapu, ami a hetes életházra utal, és ez a hetes életház mutatja a párkapcsolatot. Októbertől, ez év végén, de jövőre is itt fog mozogni kétú, a lefele mozgó holdcsomó, és ez utal a múltra, egy kármikus szerelemre. Tehát ez volt egy rövid bepillantás a horoszkópodba, és most áttérek erre a jóslásra. A jelenlegi helyzetedet itt ez a 10-es szám mutatja, ez jelent egy új kezdetet. Egy új életszakasz kezdődik nálad, itt lesznek fontos beszélgetések és egy párkapcsolat. Ami téged gyengít, azt ez a királynő mutatja. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, az jelenti a könnyűséget, ez hiányzik, de jelenti a kommunikációt is. Kell, hogy kimondd azt, amit szeretnél. Azon kívül ennek a kardnak is van egy jelentése, mégpedig az, hogy a félelmeket elvágja. Tehát át kell, hogy tedd magad a félelmeken, a bizonytalanságokon. Mi erősít téged? Ezek a kapcsolatok. Ez lehet munkahelyi kapcsolat, lehetnek barátságok, barátnők, vagy ez a vidámság, ez jót tesz neked. Most itt összehasonlítunk két férfit. Az egyik oldalon, mégpedig itt van az a férfi, aki most nálad jelentkezett, és keresi a kapcsolatot, vissza akar térni hozzád. A másik oldalon egy másik férfi, akire gondolsz, de nincs kapcsolatotok. Tehát az a férfi, aki most jelentkezett nálad, az ő jelenlegi helyzetét mutatja itt ez a kép. Vannak kihívások, viták, veszekedések. Ez lehet egy hölgy, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, lehet egy férfi is, az lehet ilyen munkahelyi bonyodalom vagy viták. A hetes számnak is van egy jelentése, a hetes szám a hold energiájával áll összefüggésben, és az mutatja a vágyakat, az álmokat,
Annak ellenére, hogy itt van egy kihívás, ő nem adta fel a reményt. Mi az, ami őt gyengíti, ezt mutatja itt ez a kártya. A hatos szám az a múltat jelenti. És mi volt ez alatt az idő alatt, amikor nem volt kapcsolatotok? Valaki kihasználta őt. Itt van egy gazdag férfi, meg egy szegény. Az egyik mindig ad, és ad, és ad, a másik meg elvesz mindent. Ő ki lett használva. És hogy áll hozzád, azt ámor mutatja. Ez a férfi szerelmes beléd. Ebben megbízhatsz. És a jövőtök szerencsés. Fortuna mutatja itt a szerencsét. Azon kívül a négyes számnak is van jelentése. Egy stabil párkapcsolat alakulhat ki köztetek. Most megtekintjük ezt a másik férfit, akivel nincs kapcsolatod, de tetszik neked. Az ő jelenlegi helyzetét ez a királynő mutatja. Az jelentheti azt, hogy te állsz itt a középpontban, te vagy ez a királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, mutat az érzésekre, de ez lehet egy másik hölgy is. Az azt jelenteni, hogy neki van egy párkapcsolata. Mi az, ami őt gyengít? A nyolcas szám egy ilyen húzavonára utal. Nem tudja, hogy mit akar. És itt van ennél a kereszteződésnél, ahol döntéseket kell hoznia, hogyan tovább, milyen irányba, de nem tudja. És ez, ami őt gyengíti. Mit tud nyújtani neked? Itt a kilences szám a korlátozásokra utal. És az egerek az azt jelenti, hogy ez elveszít. Vagy nem lesz ebből semmi, vagy vannak félelmei, hogyha ő kimutatja az érzelmeit, te elutasítod őt. És pontosan ez, ami őt korlátoz. Ha úgy lenne, hogy ti összejöttök, és lesz ebből egy párkapcsolat, akkor milyen a jövő? Ez az eremit a magányra utal. Vagy mindig visszahúzódik, és egyedül vagy, vagy te egyedül érzed magad ebben a párkapcsolatban. És hogyan tovább? Hogy fognak alakulni a dolgok a szerelmi élet területén? Ezt ez a király mutatja, a kezében a kehely. És ez a kehely szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleme mutatja az érzelmeket. Az érzelmek és a víz eleme az egy nőies energia. De itt ez a király, ez férfias. Tehát ne csak az érzelmeidre hallgass, hanem a gondolatokra is. Gondolj mindent át, hogyan tovább. Amit én itt mondani tudok, hogy ez a férfi, aki most jelentkezett nálad, szeret téged, és vele kialakíthatsz egy párkapcsolatot, ami neked szerencsét hoz. Én most megkérdezem az ingát, melyik férfi lenne az igazi? Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, a te lelki társad, az a férfi, aki most jelentkezett nálad. Amennyiben az inga balra fordul ki, akkor az a másik férfi. Amennyiben az inga megáll, akkor várj még, mert lehet, hogy te megismerkedsz még valakivel.
Az inga egy ideig megállt. Te meg fogsz még valakivel ismerkedni. Aztán kimozdult jobbra, tehát az a férfi is előnyös számodra, aki most jelentkezett nálad. És te fogsz döntést hozni, melyik a kettő közül az igazi. Az, aki most keresi a kapcsolatot hozzád, vagy egy új ismeretség. És te fogsz itt dönteni. Kedves Sirály, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!